Szevasztok srácok, mai nap a Tutti Bolt, a saját üzletem kiköltözött a vadonba, egy olyan vadonba, ahol vigyázni kell, mert bárki jöhet és megtámadhat. Amit el akarok adni, azt nekem kell kivágni, és hogyha úgy van, akkor megvédeni magam ezzel a fegyverrel. Tarts velem és nyissunk egy boltot, de előtte csináljuk meg a tutóriát. Szóval csináljunk egy új karit. Mail. Lehet kék színű is, de nem baj. Csináljuk meg olyasmire, mint mi. Mint hogy én. Azt mondja, hogy... Ez nagyon jó. Ez jó lesz, és a neve pedig az lesz természetesen, hogy Gerzson. A szemöldöke az ilyen mérg... ez se rossz, ez a nagy szőrös szemöldök, de... De legyen ilyen mérges. A haja az természetesen... Dragon Ball-os lesz, mert miért is ne? Nem szeretne, dehogy nem, legyen rajta arcszőrzet, méghozzá szakál. De barna, he. Mit csinálsz? Barna szakal. Mint a enyém. Inni. Nagyon jó. Outfit. Nem lehet azt a sapkát levenni? Szerintem az nem kell. Nem kell nekem a sapka rá. De shoes az legyen. Szemüveg is lehet rajta. Ez. Ez nagyon jó. Gerzson. Gerzson el van mentve. Nagyon jó. Azt mondja, hogy elkezdjük a játékot. Legyen easy-be játszunk. Na, amíg betölt, én már megpecintettem a petes tutti zsúzomat, aminek az a lényeg, hogy ugyanolyan isteni tutti frutti ízűdítő ital, mint a tutti zsúz, csak visszazárható 600 ml-es csomagolásba. Egészségetekre, csekkoljátok le országszerte a tutti zsúzok mellett most már a tutti frutti ízű gumicukrunkat is. Jól jött a zene! Let's go! Tudjátok, mindig amikor belekortyolunk egy tutiba, akkor meg kell csengetnem. Na, ő fog nekünk segíteni az első napunkon. Szóval valamiért a szakállam nem annyira sikerült, de semmi baj. Menni kell a csávó után, aki segíteni fog. Oké. Szóval elméletileg itt, srácok, rendesen boltot fogunk üzemeltetni, tehát ne felejtjétek. Wow. Szóval a világ az halálos, nekem még halálosabbnak kell lennem. Be kell ugornunk az ismeretlenbe. Úristen! Itt víz van. Nagyon jó. Szevasz, Dexter. Laboratórium a space-el. Jumpolunk C-vel. Googleunk. Úristen, ez a játék. Szevasz, Janet. Úristen! Igen, ez kicsit durva lesz ez a játék. Rohanj! Amúgy itt nem tudtunk volna átszaladni? Nem. Akkor tudom elkezdeni a boltba való árulást, hogyha végigcsinálom a Survivor tréninget, értitek? Ilyen bolt, na ez a vadon boltja. De tényleg, gondolom itt... harcolnunk kell majd. Oké. Gyerünk, harc! Tehát ez egy olyan... játék lesz, ahol harcolnunk kell. Hogy megvédjük a shopunkat. Értitek? Igen, én vagyok a boss. Ez mi? Azt a rohadt. Jó, ezzel tudok blokkolni. Au. Nem tudok örökre blokkolni. Van itt fegyó is. Ez nagyon megy. Szóval, ez a sós víz. Ebből nem szabad inni. Ez pedig a normál víz. Ebből szabad... de koszos. Ezt se szabad inni. Meg fogok halni a víztől, te. Itt van friss víz, ebből kell inni. Azt az eget, figyelj, fejfele megyünk a zipline-nal. Köszönöm szépen! Ez nagyon, nagyon durva játék lesz, most mondom. Én shopkeeper vagyok, köszönöm szépen. Szevasztok, itt vagyok. Megkaptam az ő shopját, úgyhogy nekem kell benne dolgoznom. Igazából amikor készen állok, ki kell nyitni a boltot. Nagyon jó. Azért van nálam egy fegyver, érted így? Boltosként nyitva vagyunk. Open. Köszönöm szépen. És akkor jönnek az emberek, ahogy nézem, vásárolni. Hello. Ott nézelődik. Hello! Igen, egy almát szeretnél? Körülbelül mennyibe kerül az alma? Ja, hogy itt majd offerölni kell. Alapból 4-5 dollár. Mi? Alapból 4-5 dollár? Azt próbáljuk meg... mondjuk 20 ér eladni. Megvette!
20 dollárért megvette az almát. Nagyon jó. Köszi szépen. Szevasz, hello haverom. Ja, hogy igazából nem tudják, hogy mennyi. Hát szerintem egy... Én... Jújjúj, ez már nem jó. Mondjuk 17 érte megveszed? Yes, ezzel megveszi. Hello, hello, jövök. Itt vagyok, itt vagyok. 9 át, az nagyon kevés. 15 dollárért? Túl sok. Majd legközelebb. LOL. Azt még bedomolt nekem egy dislike-ot. Szóval ez 29 és 30 dollár között van, de gondolom minél többért adom el, annál jobb. 80 dollárért. Oké. Okay. Elfogadta. Szóval így kell majd interaktálni velük. Na, most be kell zárnunk a boltot. És... mennem kell az assembly roomba. Úristen, mennyi pénz van nálam, he? Igyunk egy kicsikét. Hol van ez az assembly room? Assembly. Ő a CEO. Ó, itt a főni. Na most fog beszélni a főni. Még senki nem látta a főnit. Én biztos nem. Ó, főni! Hú, a főni megölt embereket. Húha. Főni kinyírja a dolgozókat, mert valaki egy traitor közöttünk. Én maradok egyedül? Ó. Oh. Főni... Ne. Ne, főni. Adjál engem békén. Nem, fight to survive. Ajaj, főni nagyon mérges rám. Adjá. Á, nagyon jó, tiszta Valorant. Üha. Túl kell élnem. Mi lesz, ha elfogy a lőszerem? Náluk nincs lőszer! Nem, de van ilyen bet. Jó, kinyírtam az utolsót is. Ó, ó, ez valami csoda valaki? Ajaj, nekem is van fegyverem. Ezt megkaptam, köszönöm szépen. Hova visznek? A kukába? Köszi! Még legyek is voltak. Érdekes egy intrója a játéknak. Valaki megmentett, úgy láttam, segít nekünk. Még mindig ez egy boltos játék, srácok. Elméletileg. Na, felélettem. Ó, a bácsi mentett meg minket, de kedves. Meg is etetett minket, meg is itatott minket. És kapunk is tőle valamit? Gerzson a nevem, igen, papa. Szóval itt látjátok, ez egy open world survivor shopkeeping. Nagyon, nagyon eszeveszett. Gyerünk, csináljuk. A bambuszt kell keresnünk, hát itt én elég sok bambuszt látok. Köszi szépen, szerintem ez gyorsan meg lesz. Dől a bambú! Kösz, kösz. Jó. És craftolnunk kell egy bambuszt túlt. Craft. Oké. Okay. Gondolom azt le kéne tennem valahova. Tessék. Várj, ehhez még kell bambusz. Na dől a bambusz! Úristen. Na, szedjük csak fel. Lehet, hogy a crafting table-t még nem kellett volna most megcsinálni, de... Semmi... Ú, itt is van egy kis bambú. Szóval egy bambusz túl kell nekünk. Így van, ezt megcraftoltuk. Miben tud nekem segíteni? Oszta, ezt felveszem. Remélem el tudtam tenni az inventorimba. Na, azzal a pap... Pappal kéne beszélni. Pap-pap-csap. Azt mondja, a házában, de az arra van, nem a háza, valamire úgy emlékszem, úgy mutatta. Pap-pap's house, ó. Üssük csak szét, mi van ebbe a dobozba. Jéj, semmi, vagy... Mikró. Az kell nekem. Én már szereztem is mikrót, na menjünk pap-pap házába. Osztom, milyen háza van az öregnek, te. Hú, nagyon elfáradtam. Úgyhogy fussunk tovább. Azt a rohadt eget. Mit épít a pappa? Halló, pappap. Úgyhogy voltunk ilyen házba Kingával Japánban, de durva. Nagyon ügyes voltam, köszönöm szépen. Na, csináljunk egy shopot. Elméletileg nyitnunk kell egy boltot. Most végre. Gondolom itt. Ide-vissza kell mennünk. És három terméket eladnunk. Én ezt a csirkét el szeretném adni.
Van neki toása. Gondolom ezeket majd el tudom adni, úgyhogy azért gyűjtöm össze. Ezeket fogjuk eladni. Hello! Oszta, hogy... Ez mit akar? Hey! Mi az Isten van ezzel? Hagyjatok már békén! Öcsém! Látjátok, erről beszélt ez a játék. Hogy itt jönnek, azt izé kirabolnak. Én mindent is elveszek tőlük, ez mi? Nagyon jó, Robin Hood sapka. Hol van ez? Csak fel a fejünkre. Jaj, de jól néz ki! Szóval itt most tényleg majd meg fognak támadni, miközben én boltosat játszok. Na ez kemény lesz. Ugye ők nem akarnak. Ez nem pap-pap. Nem. Na, ez lesz itt a bolt? Itt várakoz, zárva. Ebbe kéne nekem beletenni almát. Ígyni. Már várakoznak ide, de várjál, hogy? Nem tudok még beletenni? Nem, csak egy almát enged, és a többit azt hogy csináljuk? Három itemet el kell adni, hát akkor kinyitok. Ide, nyitok. Hello, hello. Azért a fegyvert el kéne tenni, nem? Na, tetszik neki a... Igen, tetszik neki az a alma, akkor várjál, rakok be még egy almát ide. Jó napot kívánok, mit adhatok, mit vettél? Azt mondja, hogy bázis ára 4, hűha, akkor próbáljuk, jó, el kell adnom, úgyhogy eladom. Jéj, tetszett neki, köszi szépen a vásárlást. Kedves bácsi. Három dolgot kell eladnunk, azt nem tudom, hogy craftolnom kell majd ilyen... valamit, amiben tudunk árulni? Van egy mikrunk is, várjál már, azt is majd el kéne adni. Ezt tegyük már le ide. És nem tudunk benne valami... Itt, ezt. Small item display. Ezt nem tudom. Dehogy nem, craftolja is, nézd csak. Small bamboo display is van. Akkor szerintem majd kell nekem még bambusz. De jó. Na, azt tetszik neki, nagyon jó. Az alma, mert akkor én ide betennék egy mikrót. Ne, az nem fér be, és egy tojás, az befér. Ide pedig beteszünk még egy almát. Nagyon jó. Jó napot kívánok! Alma! Ettől nő a keblehalma, mondjuk 7 dollárért. Yes! Nyerő! Egészségére, hölgyem! Cool! Így van, ez nagyon cool. Én addig megyek és vágok ki bambuszt. Ígyni. Mert akkor tudok... Jaj, ne csinál a boltomra, dőljön, ne! ugye nem ve... Széttört a cash register! De srácok, így hogy fogom eladni? Tönkretettem a boltot. Tönkretettem a boltomat. Most mit fogok csinálni? Most hogy fogom eladni? Ne, nincsen cash register! Hello! Úristen, mit csináltam? De ezt láttátok, hogy ez pont velem történik meg? Bamboo cash register? Jó! Úristen, de jó, hogy pont tudok még craftolni, de várjál, valami asztal is kéne, amin árulok. El fog menni a hölgy. Hello, hello, várjál meg. Itt van a cash register, tessék. Gyere. Ilyet, hogy pont rádől. Menjetek már erre, mi volt az esély? Hát ezt legalább egy 16 dollárért. Jó. Oké, megvette. Ezt a... Úristen. Ilyet, hogy pont rádölt. Nézd már, és várjál, hogy fogunk tudni asztalt csinálni? Storage box. Valami asztal, ne a földről kelljen árulnom. Nem, úgy látszik, ezt most a földről fogunk árulni, sajnálom. Várjál, van itt még árulni való? Van, még eladunk egy almát, parancsoljon. Ez mi ez a szemét itt? Jó, meg mi ez? Szemetes. Úgy de retek, meg mi, de kakált valaki. Na, add már ide ezt a valamit. Na. Jó napot, itt a földön. Mit vásárol? Alma. Próbáljuk meg 6 dollárért, na. Nem tetszett? Akkor tedd vissza az almát.
És nem teszi vissza, érted? Oda lerakja. Most nem tudom felvenni. Ide visszatesszük az almát. Még ilyet ő nem veszi meg, mert drága. Hát akkor majd más megveszi. Szedek még cuccokat. Most kicsit messzebbről. Hello, na megint bepróbálkozol az almával, mi kis öreg? Jó napot kívánok. Alma megint, mi? Jó van, nézzük meg, $5, oké. Okay. Na $5 tetszett neki. Köszönjük szépen, bácsi, egészségére. A most menni kéne megint pap-paphoz. Vagy a boltjánál lesz, itt van pap-pap. Na ügyes vagyok, nem? Pap-pap, eladok, adok, veszek, minden. Oké, okay. Most viszont fel kell takarítanom, mert azt mondta pap-pap, hogy a research boardon. Craftolnom kell egy research boardot. Na, de már közben vásárolni akarnak. Ez craftolódjon. Jó napot kihányok! Alma mi? Alma, jó van, parancsoljon, $5. Nagyon jó. Nagyon örülök neki, hogy $5 megvette. Ó, ez mondjuk eladhatok neki ide vizet is, nem? Dehogy nem. Ó, most vizet árulunk a kisboltban. Mit szóltok hozzá? A kisboltban. Ó, itt van a research table. Ezt most hogy fogom mindenki venni? Ídni. Jó. Na, szóval research table. Ne! Úristen, ez a játék. És most ez itt lesz a földön? Most mi történt? Ja, a research board így nyílt meg, hogy pénzért tudok venni moppot. Aha. Most akkor már van, tudok moppot craftolni, ha nem vertem volna szét. Hát ez nagyon jó. Öcsém, szétvertem a saját research boardomat. Jó napot kívánok, mi lesz a víz? 13-ért tetszett neki. Oké. Okay. Édni. Na jó van, srácok, hogyha szeretnétek, hogy folytassuk a bolti kalandjainkat és megküzdjünk mindenkivel, akkor veressetek egy óriás lájkot, ha van bármi tippetek, trükkötök, ez egy multiplayer játék, hogy esetleg, hogy kivel játszunk, akkor ezt írjátok le a komment szekcióba. Ti voltok a legesleg, nagyon köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, és nem felejtek el. Az isteni tutti frutti ízű üdítőitalok és a tutti frutti ízű édességek legyenek veletek. Szavasztok!